A vasárnapi Hessen tartományban rendezett törvényhozási választás után a CDU ugyan az első helyen végzett és folytathatja a kormányzást, de 1966 óta a leggyengébb eredményt 27 ot ért el. A 64 éves Angela Merkel 2000 óta vezeti a CDU-t és 2005 óta Németország kancellárja. Eddig rendre azt hangoztatta, hogy a pártelnöki és a kancellári tisztség elválaszthatatlan egymástól, és a két pozíciót ugyanannak a személynek kell betöltenie. A DPA német hírügynök a hivatkozva arról írt, Merkel a hétfői elnökségi ülésen egyértelművé tette, hogy 2021-ig kancellára akar maradni, akkor is, ha nem lesz a elnöke. A 2021-es választások után azonban Merkel meg akar válni a kancellári tisztségtől is, írta a hírügynökség. ülésén úgy fogalmazott, a kormány által mutatott kép elfogadhatatlan, itt az ideje, hogy új fejezet induljon, jelentette ki Merkel, aki elmondása szerint a Bundestag nyári szünete alatt hozta meg a döntését. A bejelentést követően esett az euró értéke 0,4%-ot.